A szociális munkanapjához kapcsolódva a harmadik alkalommal rendezte meg szerdán a demencia és időskor konferenciát az EGRI és a környező településeken a szociális ellátásban dolgozóknak, az EGRI Szociális Szolgáltató Intézmény, a Belvárosi Gondozási Központ és az Alzheimer Café. Fontosnak tartják, hogy az idős ellátással foglalkozók folyamatosan frissítsék ismereteiket a betegséggel kapcsolatban, ugyanis hazánkban egyre több embert érint a demencia, mégis sokuknál kezeletlen marad. Ismeretterjesztő tapasztalatcserélési céllal olyan lehetőséget adjunk a szakmának, önmagunknak, a kollégáinknak, a más településekről érkezőknek, hogy ne csak előadásokat hallgassunk meg, hanem egymással is utána beszélni tudjuk, a tapasztalatainkat ki tudjuk cserélni, a gondolatainkat egymással megismertessük. És úgy érzem, hogy egyre sikeresebbek vagyunk, az elején egy kicsit aggódva kezdtük, de egyre többen jönnek, és kicsit azt érzem, hogy már talán várják is ezt a konferenciát a környező településeken élők is. A demencia ugye egy nagyon nagy kihívás, most már évtizedek óta beszélünk róla, én mindig azt érezzük, hogy a szociális szolgáltatás kicsit mögötte kullog a demencia kezelésének, tehát nekünk is fel kell nőni ehhez a feladathoz. Sem a képzések, sem a továbbképzések azt gondolom, hogy még nem felelnek meg annak az igénynek, hogy mi utána jól tudjunk a demenciával élő betegekkel bánni. Nekünk is szükségünk van a képzésekre, az élethosszig tartó tanulásra, és ha lehetőségünk van arra, hogy valamit megtanuljunk, vagy valamit megtanultunk, akkor nyilván az fontos, hogy át is adjuk másoknak. Azért is mondom, hogy kicsit kullogunk a történet mögött, mert az ESZTI-nek még nincsenek jogszabályilag a demens ellátásra kialakított sem központjai, sem bentlakásos intézménye. Tehát ez nekünk is még egy feladatunk, hogy demens ellátással hivatalosan foglalkozhassunk. A klubjaink, a házi segítségnyújtást nyújtó központjaink nyilván találkoznak demens betegekkel. Van, hogy ki sincs mondva valakiről, hogy demenciával küzd. Akár azért, mert nem veszik észre, akár azért, mert nem tartják fontosnak hozzátartozók, a házi orvosok, hogy ezzel foglalkozzanak. Tehát nekünk magunknak is meg kell tanulni ezt a betegséget felismerni, és az ilyen ellátottal úgy foglalkozni, ahogy azt ő megérdemli. A nap során előadásokat hallgathattak az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogairól, a hatékony kommunikáció alkalmazásáról a betegek ápolásában, valamint magáról a demenciáról, a korai felismerésről. Ez utóbbi a szakterülete dr. Kázár Ágnes háziorvosnak, a demencia tanácsadó ötletgazdájának. Magyarországon nem igazán van annak hagyománya, hogy a feledékenység problémájával a betegek orvoshoz forduljanak. Jellemző, hogy elbagatelizáljuk azt a fajta feledékenységet, és az öregedésre fogjuk, ami már kóros. Úgyhogy igaziból én azt tartom nagyon fontosnak, hogy fölismerjük azt, hogy meddig lehet valaki egy memória problémával betegség nélkül, illetve honnantól kezdődnek azok a tünetek, amit demencia tünetcsoportként határozunk meg, és bizonyos betegségekhez kötődően előfordulnak, és már kezelésre szoruló állapotot idéznek elő. Pont a demencia az, ahol a tünet észlelésben nagyon fontos szerepe van a családoknak, mert hogyha egy beteg elkezd azon aggódni, hogy hú, én ezt is elfelejtem, erre sem emlékszem, vagy egy idős ember helyesebben elkezd ezen aggódni, akkor a családnak elég kritikus szemmel körül kell nézni, és hogyha úgy látja, hogy abban a környezetben minden rendben van, és ez egy aggódás, egy kicsit befelé fordulás, egy kicsit az öregedéssel kapcsolatos lehangoltságnak a tünete, akkor meg lehet nyugodni. Viszont hogyha a család veszi észre azt, hogy nem úgy mennek a dolgok, nincsenek mondjuk a számlák befizetve, túl gyakran visszakérdez a szerettünk, esetleg elkezd a lakásban elkoszolódni, egy egyébként tiszta lakás ápolatlanná válik a szerettünk, akkor mindenképpen gondolni kell arra, hogy érdemes orvoshoz fordulni. És aztán nyilván, hogyha orvoshoz fordulunk, akkor ott a felelősség már az egészségügynél van. Sajnos, ami nagyon nehéz, hogy ma még az egészségi dolgozóknak is nagy része hajlamos az öregségre fogni a demencia tüneteit, amiből az következik, hogy enyhe stádiumban nagyon ritkán diagnosztizálunk demens betegeket, illetve nagyon ritkán indul el olyan diagnosztikus folyamat, amivel meg lehetne azt mondani, hogy mi áll ennek a betegség, ennek a tünetnek a hátterében, milyen betegségre kell gondolni, ami
megint csak egy fontos kérdés, hogyha észrevesszük azt, hogy enyhe tünetek jelentkeznek, akkor ugye el lehet különíteni, vannak olyan betegségek, amik áldemenciaként emlegetünk, amik mutatják ugyan a demencia tüneteit, viszont hogyha a betegség kortanát megfejtjük, és annak megfelelő gyógyszeres terápiában részesítjük a betegeket, akkor a demencia tünetei elmúlnak. Ami ugye általánosságban az Alzheimer típusú a leggyakoribb demenciát okozó betegség típusban, vagy a vaszkuláris típusúban, aki a második leggyakoribb. Itt nem tűnnek el ezek a tünetek, hanem egy folyamatos állapot, rosszabbodás van, nem tudjuk visszafordítani a folyamatot. Itt van jelentősége annak, hogy a mikori maga a diagnózis felállítása, mert ehhez lehet hozzárendelni a terápiát. Ahogy a betegség halad előre, pont a beteg lesz az, aki legkevésbé sem akarja a segítséget, mert hogy ő arra törekszik, hogy ő még erre is képes, tehát ő az autonómiáját meg akarja tartani. És ebben itt egy nagyon komoly súrlódási felület van, hogy én már látom, hogy mit kellene csinálni, a beteg viszont nem érzi, hogy ő neki erre a segítségre szüksége van, hiszen nem emlékszik, hogy mi az, amit nem tudott. És ez nagyon nehéz a családoknak, ennek nagyon fontos, hogy legyen egy olyan bizalmi alapkapcsolata, amire támaszkodni lehet az ellátások során. Nyilván, ahogy a betegség halad előre és súlyosbodik, egyre több szakszerű segítségre van szükség, itt ugye a szociális gondozás és ápolásban egyre több az a típusú segítség, amiben már vagy a hozzátartozónak képeznie kell önmagát, vagy pedig olyan ember segítségét kell, aki ezt tanulta. A demencia tünet együttesnek két fajtáját különböztetik meg, az Alzheimer-kort és az úgynevezett vaszkuláris demenciát, ami egy-egy betegség, mint a magas vérnyomás vagy épp a cukorbetegség szövődményeként is kialakulhat, ezért is fontos a prevenció és az orvosi utasítások betartása. A Belvárosi Gondozási Központ a hozzátartozók tájékoztatására is gondot fordít. Másfél éve minden hónap harmadik csütörtökén előadásokat szervez az Erzsébet udvarban található intézményben.